Eredményes iparág a logisztika. Fejlődéséhez a Révész Nyírlók beruházása is hozzájárul. A cég állami támogatással egy logisztikai raktárat épít, mintegy 7,8 milliárd forintból. Frontális ütközés. Ketten életüket vesztették és 26-an megsérültek egy tegnap délutáni buszbalesetben Nagykálló és Geszterét között. Sportcentrum épült Tarpán, ezentúl nagyméretű műfüves pálya, 700 férőhelyes lelátó, diákszálló és öltöző segíti 165 fiatal labdarúgó felkészülését. Tavaly 500 milliárd forintos adóbevételt fizettek be logisztikai cégek, az iparág pedig folyamatosan fejlődik, hangsúlyozta a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Magyar Levente kiemelte, hazánk egyik legeredményesebb iparága a logisztika. Fejlődéséhez a Révész Nyírlók beruházása is hozzájárul. A cég állami támogatással egy logisztikai raktárat épít, mintegy 7,8 milliárd forintból. 50 ezer négyzetméter, azaz 5 hektár. Ekkora területű raktár épül hamarosan ezen a területen. A Nyíregyházi Ipari Parkban a Révész Nyírlók fejleszt, a beruházás több céget is érint majd. Itt konkrétan logisztikát fogunk szolgáltatni, ami azt jelenti, hogy ki fogjuk szolgálni a több nagy cégeket, akik itt jelenleg is itt vannak Nyíregyházán, és bízok benne, hogy még többen fognak jönni. A jelentős, mintegy 7,8 milliárd forintos projekt bemutató rendezvényén a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár kiemelte, jelenleg a logisztika az egyik legeredményesebb iparág Magyarországon. Nagyon szép számokat produkál ez az ágazat. Nagyjából 500 milliárd forintnyi adót fizetnek be ezek a vállalatok minden évben a magyar büdzsébe, és a nemzetgazdaság összteljesítményének kb. 6-6,5%-át adják, és az számarány folyamatosan nő, hála azoknak a részben családi vállalkozásoknak, mint amilyen a Révész is, amelyek nagyon szépen az utóbbi években, évtizedekben kinőtték magukat egy kis helyi regionális ponyvás fuvarozóból nagy nemzetközi speditőré, és sorolhatnánk egyébként a hasonló példákat, úgyhogy különösképpen itt ebben az ország részben, Észak-Kelet Magyarországon, ahol az ukrán forgalom érkezik be, illetve az Oroszországba irányuló, keletre irányuló forgalom elhagyja az országot. A logisztika fejlődéséhez így elengedhetetlenek a megfelelő közlekedéspolitikai döntések, valamint az útfejlesztések. Erről már Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár szólt a rendezvényen. Nagyjából 198 millió tonna áru mozog a közúton, és nagyjából 35.200 millió árutonna kilométer fut le a közútjainkon. Tehát ehhez szükség van a fejlesztésekre, és természetesen Nyíregyháza környékén is, a 338-as, a 38-as környékén, a nyugati járkerülő környékén a fejlesztésekre. Ez az új logisztikai raktár látványterve várhatóan naponta 40 kamion áruforgalmát biztosítja majd az épület, ezért 25 külső és 15 belső kamionparkolót is terveznek hozzá. Nagyon sok áru megy át Magyarországon, remélhetőleg minél több termék is készül itt, minél több szolgáltatást tudnak igénybe venni a logisztikában érdekeltek. Ha ez igaz Magyarországra, akkor még inkább igaz a Szabolcs-Szatmár megyére, hiszen három országgal vagyunk határosak. Az M3-as az nem sokára eléri az országhatárt, a többi országhatárhoz vezető főútvonalunk is jó fejlesztési lehetőségek elé néz, tehát nagyon fontos a megye szempontjából minden logisztikai fejlesztés, amely megvalósul, hiszen munkahelyeket teremt, újabb vállalkozásokat vonz ebbe a térségbe. A fejlesztés várhatóan 2017 májusára készül el. Ketten életüket vesztették és 26-an megsérültek egy tegnap délutáni buszbalesetben. Nagykálló és Geszterét között eddig tisztázatlan okokból frontálisan ütközött egy gyerekeket szállító iskolabusz és egy munkásokat szállító mikrobusz. A baleset helyszínéről 9 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel szállították el a sérülteket. Ez a gyerekeket szállító iskola busz és egy munkásokat szállító mikrobusz ütközött csütörtök délután Nagykálló és Geszterét között. Ezen az útszakaszon a rendőrség tájékoztatása szerint legfeljebb 90-nel lehet haladni, azonban esős időben a csúszós utakon javasolt maximum 60-nal menni. Így akár a tegnapi időjárás is befolyásolhatta a balesetet.
A helyszínről 9 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel szállították el a sebesülteket. A balesetben 2 meghaltak, valamint 2 súlyos fejsérülés szenvedett utast a miskolci és a debreceni kórházba szállítottak. Rajtuk kívül még 24-en megsérültek. Egy Érpatak irányából Ludastúl felé közlekedő mikrobusz sofőrje eddig tisztázatlan körülmények között frontálisan ütközött egy Biriből hazafelé tartó is gyerekeket szállító autóbusszal. Baleset következtében a mikrobusz sofőrje, valamint egyik utasa a helyszínen életét vesztette, rajtuk kívül többen megsérültek, köztük gyerekek is. A rendőrség még vizsgálja baleset körülményeit. A buszban ülő diákok egyike sem volt bekötve. Több buszbérlő társaságot is próbáltunk a nap folyamán elérni, hogy elmondják, milyen szabályok érvényesek a biztonsági jobb használatára a buszokon, azonban senki nem vállalta a nyilatkozatot. Azt azonban telefonon elmondták, hogy a régi buszok, mint amilyen ez is, egyáltalán nincsenek biztonsági övvel felszerelve, csak a legújabb buszokon tudják néhányan bekötni magukat utazás közben. A biztonsági öv használata életmentő, ki is próbálhatták a gyerekek az ütközési szimulátort a Magyar Autóklub mai rendezvényén Nyíregyházán. A közlekedés biztonsági program játékos formában tanítja meg a közlekedési szabályokra a gyerekeket. A gyakorlatokkal olyan készségek is fejleszthetők, amelyek egy nem várt közlekedési szituációban elengedhetetlenek. A szervezet csütörtökig várja az érdeklődőket a Tesco parkolójába, ahol a felnőtteknek vezetéstechnikai tréninggel készülnek. A magyar közutakon még mindig sok a gyorshajtó és figyelmetlen járművezető. A programmal erre is felhívják a figyelmet. Ez egy prevenciós feladat. Itt erre a programra, ahol most jelenleg is részt veszünk, meg a többi programra 100 millió forintot költünk egy évben, és ez, én azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. Ezt mind a közlekedés biztonságra költjük. Zökkenőmentesen indult a 2016-17-es tanév. 1.300.000 diák kezdte meg tanulmányait a köznevelésben. Az alsó tagozaton ingyen kapták a tankönyveket a gyerekek. Az idei tanévtől csökkennek a tanulók terhei, és a tanárok minősítési rendszerét is egyszerűsítik. Mindenről Vinnai Győző fideszes országgyűlési képviselő beszélt sajtótájékoztatóján. Kiemelte, 3,5%-os béremelést kapnak a pedagógusok szeptembertől, és a nevelést, oktatást segítő dolgozók is számíthatnak bérkompenzációra. Emellett átalakultak lég, 3 nagy tankerület lesz a megyében, amelyek önálló költségvetéssel rendelkeznek mostantól. Az intézmények szerepe erősödik, az igazgatói jogkör bővül, és a fenntartói és működtetői kérdések az államhoz kerülnek. Természetesen az önkormányzatok minden lehetséges módon figyelhetik ezt, hogy jól működnek az iskolák, mert nekik ez alapvető érdekük. És ebből a szempontból a köznevelés számára a legfontosabb, hogy a tanárok is motiváltak legyenek, a szakmai kihívásokat teljesítsék, és a magyar iskola a hagyományaihoz, gyökereihez híven jó iskola legyen, versenyképes és értékalapú tudást adjon gyerekeinknek, unokáinknak. Mintegy 200 millió forintból sportcentrum épült Tarpán. A teljes egészében állami finanszírozású beruházás eredményeként nagyméretű műfüves pálya, 700 férőhelyes lelátó, diákszálló és öltöző segíti 165 fiatal labdarúgó felkészülését. Tarpán 2011-ben indította a sportosztályt a helyi általános iskolában. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a sportoló fiatalok száma 2300 lakosú településen, így a meglévő infrastruktúra már szűkösnek bizonyult. A közel 200 millió forintos állami forrásból kialakított sportcentrumban a mai követelményeknek megfelelő körülmények várják a sportolókat. Álmodtunk egy olyan bővítésről, ami infrastruktúráról szól, hogy lenne egy műfűes pályánk, hogy téli időszakban, esti időszakban tudjanak a gyerekek ugyanúgy edzeni, mint ahogy az eredeti egyetlen egy füves pályánkon, és ez úgy gondolom most 2016-ra realizálódott, megvalósult, és egy borzasztó nagy örömmel tölt el bennünket. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter szerint az összefogásnak nagy szerepe volt abban, hogy a Beregi Nagyközséges Sportcentrummal gazdagodott. Hogyha az ember átgondolja azt, hogy egy pici településen ekkora beruházást csinálni, és hogy milyen apró lépések vezettek ehhez. Akkor azt kell mondjuk, hogy egyenes derékkal, egyenes gerinccel felemelve a fejünket büszkének kell lenni rá. És tényleg egy nagy összefogás. Itt a polgármester a helyiekkel, a helyi képviselő, a megyei képviselőek
képviselőkkel, a megyei labdarúgó vezetés, az országos vezetéssel, a TAO rendszer. Szerintem ez egy pont tipikus példája az, hogy igenis a 21. században van lehetősége az összefogásnak ilyen csodákat létrehozni. Tilki Attila országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a fiatalok egészsége érdekében az államnak áldoznia kell a sportcélú beruházásokra. A sport az a terület, amelyik nem európai uniós finanszírozással finanszírozandó, tehát mindig nemzeti forrás van benne, és a kormánynak természetesen az a logikája, hogy egy egészséges utánunk következő nemzedék a meglévő politikai problémákat is egészségesen tudja kezelni. Tehát nagyon fontos az, hogy mire költünk, és nagyon fontos az, hogy akár ilyen kis településen is ilyen komoly sportberuházások legyenek. Tarva a Debreceni Labdarúgó Akadémia egyik alközpontja. Az elmúlt héten 165 fiatal focista kezdte el a tanévet a Beregi településen. A korábbi évfolyamok diákjai közül többen már NB1-es csapatok utánpótlás együtteseinél szerepelnek. 72 éve ezen a napon bombázták a nyíregyházi vasútállomást. A II. Világháború tragikus eseményeiről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Felkészülési tornát rendez a Nyíregyháza Blue Sharks. A csütörtökön kezdődő Gergely Tamás emléktornán a hazaiak csapata mellett a szintén NB1B és Budapesti Honvéd és Tiszaújváros, valamint a szlovák élvonalban szereplő Kassa lép pályára. Kolonics a sportlegenda címmel kiállítás nyílt Vásárosnaményban. A 36 éves korában 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok életét bemutató tárlat segítségével szeretnének kedvet csinálni a gyerekeknek a városban hosszú szünet után újjáéledő kajakkenu sporthoz. Éve ezen a napon bombázták a nyíregyházi vasútállomást. 1944. szeptember 6-án közel 200 amerikai repülőgépből több mint 1000 bombát dobtak a megyeszékhelyre. A II. Világháború tragikus eseményeire a Nyíregyházi Városvédő Egyesület koszorúzással emlékezett. Több túlélő is részt vett az ünnepi megemlékezésen a nyíregyházi vasútállomáson. Az 1944. szeptember 6-ai bombázás több száz családot és rengeteg épületet tett tönkre. Egy épületnek a pincéjébe éltük át az óriási bombázást, úgyhogy mozgott velünk az egész ház, és amikor kijöttünk, hát mondjam azt, hogy rengeteg ember az utcán, szaladt mindenki, egyik ide, másik oda. Úgyhogy szörnyű élmény volt, ennyire emlékszem. És aztán már később ugye jöttek a tudósítások, hogy mennyi ember halt meg, és hogy mi történt az állomással. A nyíregyházi állomáson 186 vagon semmisült meg, miután közel 200 amerikai repülőgépből 1000-nél is több bombát kapott a város és környéke, hangzott el a megemlékezésen. A gépek 11 órától 5 percenként 7,5 mázsás bombákat dobtak Nyíregyházára, mindezt három ütemben. 1944 azonban nem csak ezért az egyik leggyászosabb év a magyar történelemben. Ezt megelőzte a holokauszt, amikor 5000 nyíregyházi polgártársunkat raktak fel ezen a vasútállomáson vagonokba és vitték el Auschwitzba. Ezt követte a szeptember 6-ai bombázás, majd október 21 és 31-e között itt oroszok és németek váltakozva birtokolták a várost és pusztították. A visszavonuló német csapatok nagy károkat okoztak, és nem fejeződött be ez a pusztítás, hiszen a felszabadítónak nevezett orosz csapatok itt november 2-án 2300 nyíregyházi polgárt és itt tartózkodót szedtek össze és vittek el Málenki robotra. A rendezvényen elhangzott, ezekre az eseményekre fontos emlékezni, hogy ne történhessenek soha hasonló tragédiák a jövőben. Az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el az emlékezők a vasútállomáson. Farkas Schulz Tibor emlékére nyílt állandó tárlata a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A nyíregyházi zenei élet legendás alakja tavaly hunyt el 69 éves korában. Felesége és gyermekei a könyvtárnak adományozták zenei hagyatékát. Farkas Schulz Tiborra emlékeztek a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Nyíregyháza zenei életének legendás alakja tavaly hunyt el. Az ő tiszteletére a médiatárban egy állandó kiállítás nyílt Schulz sarok néven.
Ezzel az emlékkiállítással szeretnénk tisztelegni Farkas Schulz Tibor emléke és zenei munkássága előtt. A könyvgyűjteményt az özvegye Farkas Tiborné Éva adományozta a könyvtárnak. Ez a könyvtárnak és a kollégáknak nagyon fontos, hiszen régóta ismerik őt, ismerik Nyíregyházán a zenei életét. A nyíregyházi pop történet kiemelkedő alakja idén szeptemberben lett volna 70 éves. Kulturális és zenei műveltségével ismerkedhetnek meg a látogatók a tárlaton. Úgy döntöttünk a gyerekeimmel, hogy abból a zenei hagyatékból, ami ránk maradt kézzelfoghatóan, mi a könyveket, a zenei szakirodalmat, illetve a filmeket, zenés filmeket ajándékozzuk a könyvtárnak. Elsősorban többek között azért is, mert egyrészt ő nagyon szeretett ide járni, és őt is nagyon szerették itt. Nagyon sok közös munkájuk volt, és sok emlék fűzte ide őt is, minket is. Az emléksarokban mindenki közelebb kerülhet Schulz Tiborhoz, tette hozzá felesége. Azt szeretnék, ha sokan és még sokáig emlékeznének rá. Utolsó interjúját tavaly a Kölcsei Televíziónak adta. És a bratyóm ajándékként érettségire nekem adta a lemezeit, és plusz vett egy jegyet nekem a Népstadionba, a Louis Armstrongot megnéztem 1965-ben. Akkor tüntették az öreget, ilyen Grammy-díj, meg Oscar-díj, a Hello Dali miatt. És az olyan nagy élmény volt nekem, hogy az nem igaz. Felkészülési tornát rendez a Nyíregyháza Blue Sharks. A csütörtökön kezdődő Gergely Tamás emléktornán a hazaiak csapata mellett a szintén NB1-B-s budapesti Honvéd és Tiszaújváros, valamint a szlovák élvonalban szereplő Kassa lép pályára. Egy év kihagyás után rendez ismét tornát a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az emléktornát az együttes korábbi centeréről, a júliusban elhunyt Gergely Tamásról nevezték el. A korábbi évekkel szemben az is változás, hogy a csapat ezúttal nem az NB1-re, hanem az NB1-B keleti csoportjának küzdelmeire készül. A kék cápák csütörtökön 17 órától a szintén másodosztályú budapesti Honvéd, pénteken 19 órától a Tiszaújváros, szombaton pedig az utolsó meccsen, este 19:30-tól a szlovák első osztályú Kassa ellen lépnek pályára a Continental Arénában. Jó lenne, ha az lehetne a tornának a döntője, ugye ehhez az kell, hogy az előtte lévő két mérkőzést nyerjük meg, de majd meglátjuk, hogy alakul. Természetesen jobb, hogyha nyerünk mérkőzéseket egy felkészülési tornán is, de alapvetően nem az az elsődleges cél, hogy ezt a tornát megnyerjük. Az a cél, hogy megfelelőképpen szolgálja a felkészülésünket, és felkészítsen minket a bajnoki rajtra, ahol a tét mérkőzések megnyerése sokkal fontosabb. A felnőtt torna mellett egy U18-as tornát is rendeznek, ahol a kassaiak helyett a Debreceni Sportcentrum csapata szerepel a mezőnyben. A kosaras hosszú hétvége lezárásaként pedig vasárnap a Kossuth téren az országos streetball sorozat 8. állomásán játszhatnak egymás ellen a háromfős csapatok. Kolonics a sportlegenda címmel kiállítás nyílt Vásárosnaményban. A 36 éves korában, 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok életét bemutató tárlat segítségével szeretnének kedvet csinálni a gyerekeknek, de a városban hosszú szünet után újjáéledő kajakkenu sporthoz. A Kolonics György Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus által képviselt értékeket és szellemiséget tovább vigye. A 36 éves korában elhunyt sportlegenda életét bemutató kiállítás 16. állomása Vásárosnamény, ahol a megyében elsőként látható a tárlat. Most már 100 000-es nagyságrendben látták országszerte és határon túl is a kiállítást. Nagyon kellemes élmény volt a mai megnyitó számomra, hiszen rengetegen itt voltak, és hát látszik az, hogy a sporták felé, illetve Kuló felé rendkívül nyitott a város. A kiállítás szervezői abban bíznak, hogy a gyerekeknek kedvet csinálnak a Vásárosnaményban újjászerveződő kajakkenu sporthoz, amely bekerül az ötvös iskola tantervébe is.
városunk ismét egy mérföldkőhöz érkezett, hiszen valamikor 30-35 évvel ezelőtt a kajakkenu virágzott térségünkben. Szerencsére a kajakkenu szövetség fölfigyelt arra, hogy itt a négy folyó ölésében fekvő kisváros és a térség méltó arra, hogy ez a sportág újra szerepet kapjon a magyar sportpalettáján. Így Ugi Imrével és a kajakkenu szövetséggel Baráti Tele elnök úrral sikerült fölvenni a kapcsolatot, akik látják Vásárosnaimban, Tuzsérban, Záhonyban és a teljes Beregi Felsőszabolcsi Szatmári részben ennek a sportágnak a kitörési lehetőségeit. A sportág újraindítása és az infrastruktúrális fejlesztések a vízi turizmusra is jótékony hatással lehetnek a térségben. Kajakkenu pontok jöhetnek létre több megyei településen, és ráadásul ezt szerettük volna felfűzni a megyei fejlesztési programokra is, így nem csak úgymond vizitúra fejlesztés, hanem emellett sportfejlesztés is megvalósul, és egyrészt a GINOB-ból lesz finanszírozva ez a fejlesztés, másrészt pedig a megyei top forrásokból is, reményeink szerint, és ehhez olyan kiegészítő infrastruktúrát tudunk kapcsolni, amelyel jelentősen megkönnyíthetjük majd azoknak a sportolni vágyóknak, vagy akár csak túrázni vágyóknak a lehetőségeit, akik szeretnének bekapcsolódni a vízitúra adta lehetőségek megismerésébe. Ha kezünkben a lapát, akkor se is szent lupát. Erősíts meg a karunk, mert mi győzni akarunk. Az olimpiai ezüst és bronzérmes kilencszeres világbajnok Wichmann Tamás a sportág közösségépítő oldalát igyekezett bemutatni a megnyitón előadott dalaival. Ajánlom minden fiatal srácnak és kislánynak, mert most már ugye a kenu az teljesen koadikált le, mert ebben elfelejtődik az, hogy ki milyen, nagyon magas, alacsony, kövér, vagy nagyon sovány, hanem együtt tudnak valahova menni. A kiállítás szeptember 16-áig látható a Vásárosnöményi Művelődési Központban. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Tavaly 500 milliárd forintos adóbevételt fizettek be logisztikai cégek, az iparág pedig folyamatosan fejlődik, hangsúlyozta a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár Nyíregyházán. Magyar Levente kiemelte, hazánk egyik legeredményesebb iparága a logisztika, fejlődéséhez a Révész Nyírlók beruházása is hozzájárul. A cég állami támogatással egy logisztikai raktárat épít, mintegy 7,8 milliárd forintból. Ketten életüket vesztették és 26-an megsérültek egy tegnap délutáni buszbalesetben. Nagykálló és Geszterét között eddig tisztázatlan okokból frontálisan ütközött egy gyerekeket szállító iskolabusz és egy munkásokat szállító mikrobusz. A baleset helyszínéről 9 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel szállították el a sérülteket. Mintegy 200 millió forintból sportcentrum épült Tarpán. A teljes egészében állami finanszírozású beruházás eredményeként nagyméretű műfüves pálya, 700 férőhelyes lelátó, diákszálló és öltöző segíti 165 fiatal labdarúgó felkészülését. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 6-án kedden. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnapra visszatér a szeptemberi nyár, a csapadékos időt okozó frontrendszer eltávolodik térségünktől, a hűvös, nedves levegő helyét szokatlan módon kelet felől érkező meleg, száraz levegő foglalja el. Éjjel tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég, a szélvédett völgyekben köd is képződik az éjszaka második felében, az északi szélre érzékeny részeken időnként megélénkül a légmozgás, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben nagyrészt derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a keleti szél napközben helyenként megélénkül, délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A nyáriasan meleg idő a következő egy hétben is kitart a Kárpát-medencében, sok napsütéssel, nappali gomoly felhőkkel, kevés fátyol felhővel.
A hétvégén és a jövő hét elején erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, ekkor elszórtan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, de az ország legnagyobb része szárazon marad. A hőmérséklet napközben mindvégig 30 fok körül alakul, a jövő hét első felében hűlhet 1-2 fokot a levegő.